Milyen basszatós a muzsika? Szevasztok, pingvinek, itt Nessai, és végre visszatértem a nyaralásból, úgyhogy belevágunk a lecsóba. Ez meg mi a francot keres itt? Mai játékunk nem más, mint a Donut County, ami egy ilyen logikai, fizikára épülő puzzle játék, gyakorlatilag egy lyukat fogunk benne irányítani. Lo farca mio! Dekem! Bekem! Csütörtökön! Majd meglátjátok, hogy mire gondolok egészen pontosan. Egy nagyon aranyos indie programról van szó, úgyhogy vágjunk is bele! Sokan kértétek, úgyhogy április végéig újra elérhető az All Star kollekció a Nessai Shopon. Csapjatok le rá, amíg még lehet. Link a leírásban. Abba a pillanatba belevágunk, van egyébként sztoria is a játéknak, de szokás szerint ettől most megkímélek benneteket. Nem is az a lényeg, hanem hogy ragadjon a bélyeg. Elképesztően brutkó, hogy mennyire jól tolom ezeket a 18-19 éve kiöregedett szarpoénokat. Kinézünk az ablakon, és elhallgattatjuk itt Gunnar Gedeont a kis robogójával. Itt a lyukam, kérlek szépen benneteket, mindenki csodálja meg a lyukamat közelről. És akkor a játék lényege, hogy így elkezdjük elnyelni a dolgokat, itt van ez a csont például, sutty, és a Donut County-t, a játék nevét is szépen felfaljuk, és láthatjátok, hogy a lyukam egyre inkább kitágul. Bizony, megadtad a módját, a kis lyukam rendesen kitágult! Gyakorlatilag erre épül majd az egész, hogy kilogikázzuk, hogy milyen tárgyakat hogyan tudunk magunkba befogadni. Jézusom. Nézd meg, hogy keni neki a cross motoron Gunnar Gedeon. Na várjál, elnyeljük itt szépen a kerítést is. Hatalmasra duzzadok. És gyere ide, Gunnar Gedeon. Hopp, hopp, hopp. Hát hiába tolatsz, haver. Gyere ide. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Ennyi. Jaj, Jézusom, jó lesz ez a mai videó is. Mindegy, értitek most már a lényeget, kezdjük az első igazi pályával, Potter's Rock-kal, bal klikkel elindítjuk, lerakjuk a mi kis lyukunkat, és íme elkezdjük itt piciben, láttátok, hogy egész nagy a térkép, de minimálból indulunk, így elnyelegetni a dolgokat. Így, ni, és akkor jöhet a kis láda is, vagy bőrönd, vagy mi ez, a koponyával, azaz, és akkor kizúmol nekünk a térkép, és egyre nagyobb dolgokra megyünk rá. Olyan csillam úgy a zenéje. Imádom. Egy kicsit próbáltam csak ki a videó előtt a játékot, de tök szimpatikus volt. Hoppá, hoppá, ki van ott? Marika néni, csókolom. Mi a helyzet? Tetszik a lyukam? Nem. Elzárkózott a lyukamtól. Akkor bemegyünk a hátsó kertbe. Úgy is van. Tök jó, hogy így változik a terep folyamatosan. És egyre nagyobb volumenbe kell ügyeskedni. Ottan köcsögözik a néni. Elrontjuk a művészetét. Figyelj! Hop-hop! Hop-hop! Tessék, tessék vigyázni! Jajaj! Jajaj! Nem lehet fölborítani a kis köcsögözőt. Megyünk tovább. Hoppa, hőlékballon! Ó, erre emlékszem, ezt még csináltam az elején. Kérem szépen a robogót, az eladó táblát, majd elnyeljük itt ezt a kis kályhát, és figyelj, aláperzselünk a hőlékballonnak, meggyújtja. És már megy is. Puk! Tök jó, nem tudom. Ilyen apró kis hülyeség ez, de imádom. És akkor már akkora a lyukam, hogy a sziklákra is rá tudok menni. A természetet pusztítom. Mindent, érted? Nincs olyan dolog, amit nem tudunk befogadni. Úgy, és jött a siló is. Kész! Milyen basszatós a muzsika! Következő pálya, Ranger Station. Nézzük meg! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Ott a kis kutató Ranger fönt lámpázik. Nagyon jó. Hát akkor... megint elkezdjük. Jézusom! Kígyó! Jaj, azt mind nyújtja a nyelvét rám, drága jó Istenem! Hozzáértem egy kígyóhoz! Hozzáértem egy kígyóhoz! Hogy keni neki a kis kelgyó? Na gyere ide!
Nem félek ám tőled, azaz, süty! Miért pattan? Gondolom a végén majd az egész őrtornyot így el fogjuk nyelni. Ott egy kék kígyó becsapdázva. Viszlát. Jézusom, hát kilóg a kis farka a lyukamból. Várjatok már. Aha! Így kellett leszedni a csirkét. Egyre nagyobb a kígyó veszély. Ójaj. Ójaj. Az apokalipszis. A hatalmas kígyó veszélytől elszabadult a természet. Na gyertek ide. Begyűjtöm a kis sziszegőket. Úgy. Azt is. És jöhet az őrtorony. Puk! Viszlát. Úgy. Úgy. Úgy, Jézusom. Kész. Hú, ez valami kis békés hátsó kert, vagy én nem is tudom, hogy mi ez, de... Nagyon hangulatos, ott egy kis tutya. De milyen cuki. Nem mondom, hogy életem előrelépéseként élem meg ezt a játékot, de... Valahogy annyira ilyen kis kikapcsoló meg aranyos. Gyerünk már, haluci, azaz. Na gyere, kutyi! Gyere, hopp! Hopp! Na, azaz, megleszel. Gyere! Gyere, gyere! Azaz. Úgy né, a vizet is el tudom nyelni. Aha, ez így kifolyik. Ó, de várjál, most megtelt vízzel. Az a baj, így nem mennek le a tárgyak. Mert hogy tele van vízzel a gödör. Ó, de várjál, hülye vagyok. Hát logika, hát itassuk meg a madarat, gyere! Na ez, végre! Egy kis komplexitás a játékban, hát kell a 200 IQ. Akkor a madárkát nem nyeljük el. Mielőtt a teljes vizet ki nem szipolyoztuk ebből a pályából, hanem szépen minden mást megpróbálunk elnyelni. Úgy, egy kis víz, ezt is megitatjuk, ügyes madárka. Lassan most már a lakókocsit is, na, befér az. Mindig is azt mondtam, mióta élek, hogy befér az, csak erőltetni kell. Gyerünk már, szuszakold, toljad! Kicsit vazelinozzuk be, vagy... Azért maradjon kettőnk között, de elég szép nagy torka van annak a madárnak meg gyomra, hogy ezt mind megissza, de... Úgyni. Jó. Kész van minden, jöhet a madárka. Sutty! Voilà! Persze, hogy akkor csöngetnek be, mikor videózok, persze. Amúgy most ez a kis vízivós történet a madárral, ez egy tök érdekes mechanika volt, úgyhogy remélem lesznek még ilyen izgalmak, mert azért hamar kezd unalmassá válni, azon túl, hogy tényleg kielégítő ez a kis elnyelegetés, meg ez a kis logika, egy kicsi változatosság biztos, hogy nem árt a játéknak. Na, jó napot kívánok, Mr. Farkas, vagy minek tetszik lenni. Hát ne bámulja ilyen nagy merevséggel a lyukamat, legyen olyan kedves, hát azért, na hát. Ott van a kukorica, lehet, hogy elő kell csalni a kukoricával a kis farkit, vagy nem tudom, hogy mi van. Nézzük a tábortüzet. Azaz. Aha, most megint... Jézusom, mi történik? Ja, hogy pattogatott kukorica. Istenem, zseniális. Ez rohadt jó. Kipattogott a kukorica. Nagyon jó. Zseniális. Na, látjátok? Tehát ezt mondom, hogy van azért a játékban kreativitás, meg változatosság bőven. Nagyon tetszik. Az igazság, hogy így most már, hogy a játék megmutatta, hogy vannak benne tényleg ilyen kreatív apróságok, így már kíváncsian nyomja az ember tovább, hogy vajon ezen a pályán mi lesz a pláne. Ez egy nyuszi farm, hogyha jól látom. Hogy legalábbis ezek nyuszik akarnak lenni. És nyeljük el a nagyobbnál nagyobb répákat. Várjál! Megragadtuk a nagy répát. Oda visszük a nyuszihoz. Nem? Akkor lecsaljuk a nyuszit onnan föntről. Gyere! Azaz! Kenyed neki, fincsi répa. Vegyed, vigyed. Várjál, lehet, hogy ki kell vezetni ezt a kék nyulat, ki kell csalni valahogy az ólból, gyere. Úgy, lefelé. Várjál, így, ide. Ide gyere, cicic, cic, kék nyuszi, azaz.
Nyisd ki az ajtót, azaz, gyere, cic, de rohadt jó, gyere. Whee! Azaz. Hát, 200 IQ, nagyon jó. Na, és akkor viszlát nyuszik. Gyerünk a lyukba, viszlát. Jaj, jó választás volt ez a mai napra, így visszatérésnek ez a játék. Komolyan. Hogy lehet egy ilyen egyszerű gondolatból, srácok, hogy van nálad egy lyuk, és így elnyelsz dolgokat, és mégis képesek belőle az emberek valami kreatívat kihozni. Szerintem zseniális. Tök kreatív. Tök ügyes. Hoppá, nyuszik, bocsánat. Egyre több szerelmes nyuszit teszünk el lábalon. De felpumpálták ezt a kört. Hát már hatalmas nagy. Ott is van kettő, gyertek! 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Ójaj! Ójaj! Szaporulat! Jézusom! Kész! Teljesen meg vagyok átalkodva. Meg vagyok menve. Zseni. Rohadt jó. Azt is. Kész. Na, hogy tetszett? Én nem tudom, szerintem zseni. Tehát, hogy tök aranyos, tök kreatív, és egyébként nagyon olcsón be tudjátok szerezni Steamen, valami 8 euró, 2400-2500 forint, úgyhogy nagy bátorsággal tudom ajánlani mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok! Remélem, hogy jól szórakoztatok hamarosan. Újra találkozunk, addig is legyen nagyon-nagyon szép napotok. Na! Szevasztok! Ezt nem cigányok megtalálta, aki gyerekek ezt a játékot.